Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Újra köszöntöm Maki Lajost, akivel folytatjuk a beszélgetést. Nemrég ott hagytuk abba, hogy fél óra múlva gyere vissza, és belépedsz a légiós laktanyába. Tehát visszajöttél fél óra múlva, és aztán mi történik? Na, amikor kiszálltam a taxiból, azt mondta a srác a kapunál, hogy kettőre menjek vissza, mert mivel a légióban déltől kettőig ebédszünet van, akkor én elsétáltam a közeli benzinkúthoz, vettem cigit, vettem kólát, visszasétáltam, és így a kerítés szélére leültem, így a laktanya előtt. Nem akartam túl közel, hogy nehogy elkergessenek, vagy valami. 50-60 méterrel kerítésen üldögéltem, és ott láttam, nézegettem kibemenő légiósokat. Első dolog, ami nagyon megfogott, ez alatt a várakozási idő alatt, kettőig, hogy ez a fehér kepi, ez a kepi blannak mondják, a fehér kepi, ez a sapka. Hát mondom, ez a komandósok is ilyen sapkát viselnek. Nekem az annyira nem jött be ilyen kis tárgy, ilyen ez a sapka. A vicces volt. Hát olyan vicces volt, és olyan csalódás. De mikor láttam a zöld barettel, az már így jobban tetszett. Terepruha, zöld barett. Úgyhogy az kicsit jobban tetszett, és így gondolkodtam itt az alatta egy óra, és valami, amit ott üldögéltem, egyik cigit a másik után szívtam, most bemenjek, ne menjek, mi lesz, ha ide bemegyek, az ismeretlenbe bemenni, nyelvet se beszélem, ki tudja, hogy onnan kie fogok jönni egyáltalán valamikor. Szóval abszolút elképzelésem nem volt róla, hogy mi fog történni. Tehát egy ismeretlenbe mentél. Így van, anélkül, hogy tudjam a nyelvet, úgyhogy... Na, aggódtam, őszintén megmondva, aggódtam, de... Addig nem, még odaértél? Addig nem, de az a pillanat, mikor várni, ha úgy történt volna, hogy rögtön bevisznek, akkor azt mondom, hogy az jó lett volna, mert nincs időm gondolkodni. Az a gondolkozási idő, az így kicsit így kétségbe vontam a saját döntésemet az alatt a idő alatt. Tehát ez olyan, mint mikor az ember a műtétre vár, ha beviszik, hogy gyorsan megbűtik, akkor nincs gond, de amikor azt mondják, hogy na, holnap fogunk műteni, akkor minden átfut a fejemen. Így van, hogy ez itt minden tényleg átfutott a fejemen, és hála a józan észnek, hogy így, hogy azt mondtam, hogy kettő előtt pár percen néztem az órát, non-stop még mindig, ez a idegeskörésben néztem állandóan az órát, mikor visszamentem. És akkor bevitt a srác, beültetett egy helyiségbe az őrszoba mellett, és akkor ott vártam egy órát, másfél órát, és akkor hoztak még kettőt. Mi ott is kellett várni? Ott is vártam bent, igen. Onnan még mindig el lehet menni. De azt mondtam, ha már itt vagyok, akkor maradok. És utána végigvittek a laktanyán, hogy csak nézelődtem, hogy mi hogyan van, próbáltam felmérni a helyzetet. És akkor bevittek a CCL, Company Commandment Logistics-nak az épületébe, egy hátul volt, a gyengélkedő mellett, és beraktak egy szobába. És ott is csak vártam, és semmi. Emeletes ágyak voltak bent, sárga fém szekrények. Ezt direkt csinálták? Nem hiszem, hogy direkt csinálták, mert legtöbben a légióban úgy jelentkezően vannak, minden nagyobb városban van egy jelentkező pont. Aha, értem. Ezt mondják PIL-nek. Lille, Marseille lehet jelentkezni, ott összeszednek X embert, és akkor vonattal leviszik őket Óbányba. De én már egyenesen a Óbányba jelentkeztem, mert én azt a címet kaptam. Ja, te az nélkül mentél oda, hogy valami fölhívtál volna, vagy telefonon, hogy na akkor ekkor és ekkor érkezik Maki Lajos Dunaszentmihályi mellő, aki még légiós akar lenni. Te oda mentél blindre, és azt mondod, hát ha engem beengednek, itt maradok. Így van. Így volt? Így volt. Akkor jól értem. És akkor én így ott maradtam, és akkor jött este egy svéd srác, és akkor így próbáltunk kommunikálni azt a pár szót, amit megtanultam, tehát elég jól beszéltem németül, mert azelőtt is még fuvaroztam, sokszor is mentem Németországba, és náluk el a volán mögött mindig vagy számoltam németül, vagy szavakat ismételgettem, tanultam így vezetés közben. Úgyhogy így tudtunk egy kicsit kommunikálni a svéd sráccal, és egyszer csak megjött a 17 óra valamennyi, jön egy katona, értünk, mutatott, hogy menjünk utána. Elmentünk az étterembe. Milyen napon volt ez? Hú, ez jó kérdés. December 1-e? Nem tudom. Csak belekérdeztem, hogy emlékszel rá? Nem emlékszem rá. És
És akkor elvitt az étterembe minket, és ami nagyon megfogott, hát egy tálcával mentünk, és ott voltak fiatal légiósok, akkor voltak olyanok, akik olyan helyzetben voltak, mint én, csak egy vagy két héttel előbbre például. Egy melegítő volt rajtuk, tornacipő, mindenki egyformán öltözve, senki nem tudta, mit kell csinálni, én is csak követtem a sort, a tálca, és akkor műanyag tányérom, vagy nem is tudom, műanyag tányér volt, vagy ilyen, ez a tipikus francia, ami megfogott, hát főleg a reggeli. Tehát vacsora volt valami főzve. Tehát étterembe vittek, anélkül meghallgattak volna? Anélkül meghallgattak volna, elvittek a katonai étkezőbe, így van, ahol a közlegények étkeznek. Ott ettünk, visszavittek, visszakísért a szobára minket, kettőnket, és másnapig ott voltunk. Milyen volt az eledel? Hát szokatlan. Szokatlan volt a francia eledel eleve. Annak ellenére most ma nagyon szeretem a francia ételeket. Főzöl is olyat? Hát ritka, amit nagyon megszerettem a francia konyhából, az a marhaszték például, így véresre, kívül ropogós, belül kicsit véres, ezt ilyen roquefortos szószmártással, azt imádom. Kár nem volt a első részt tovább folytatni, hogy mondtam, amikor jössz másodszor, akkor azért hozzá is. Ja, de szóval utána visszakerültünk, és másnap reggeli után elvittek reggelire, na hát az volt a legnagyobb csalódás az életemben, hát mi hozzászoktunk a sült kolbász, a szalonna, a tojás rántotta, vagy a tükörtojás, vagy bármi. Gomba. Vagy gombás rántotta, vagy bármihez ilyesmihez, vagy a sonka szelet, paprika paradicsom, ja. Hagyma, zsíros kenyérhagymám, amilyenhez szoktunk hozzá, igaz? És akkor ott odaadnak egy kis műanyag dobozba egy lekvárt, egy kocka vajat, egy kiflit, egy pohár kakaó, vagy teljes kávé, és ez volt a reggeli. Hát ezen dengődni lehet, nem? Hát azt mondtam, hogy ez a reggeli. Szóval, egy légiósnak? Ja. Szóval, és az így folytatódott idővel. Sajnos ez a reggeli, ez mindig megmaradt Franciaországban, ez a édes reggeli. Na, és utána bevittek a jelentkezőkhez, ez a engagé volontaire, vagyis önkéntes jelentkezőkhez. És azok egy épületben voltak, külön, elkülönítve, körbekerítve, egy kapunál őrség este. És akkor ott volt, kikerültem az udvarra, és volt egy nagy fa, és az volt a magyarok fája, mindig úgy hívtuk a magyarok fája, csak magyarok üldögétek. Azok alatt magyarok voltak csak? Azok alatt magyarok voltak, és akkor mindig ott hallottam a magyar szót, szerencsém volt szlovák, cseh és a szlovákkal tudtam beszélgetni, és akkor megtaláltam a magyarokat, akkor oda tengődtem hozzájuk, bemutatkoztunk. És ment a duma. És akkor ment a beszélgetés, és mentek a találgatások, na most akkor hogyan lesz, melyik ezred, hogyan van, hogy is működik ez a légió. Szóval mindenki, amit hallott legendákat, arról beszélt, de senki nem tudta a valóságot voltak éppen. És mindig, mikor találkoztunk valami katona tisztel, vagy tiszthelyettessel, vagy valami szakaszvezetővel, és rajta volt az ejtőernyős jelvény, hú, ez micsoda kemény csávó lehet, hogy az ejtőernyős, bennem ez annyira megmaradt, hogy ez az ejtőernyőzés, szerintem az ejtőernyős katona az mindig a legjobb. Ez az én véleményem. Ejtőernyős lettél a légióban. Igen, és akkor én ejtőernyős akartam már akkor lenni. És lettél is. És vagy? Sikerült is, így van. Szóval utána ilyen 3 hetes december karácsony után, karácsony előtt, pénteki napon, december 24-e előtt rúzs lettem, megkaptam a piros várszallagot. Jó, egy dolog, amit most kimaradtam, engem marhású érdekel, megkaptad a reggelit, megkaptad a vacsorát, de akkor senki nem szólt, hogy akkor most gyere, és akkor mit fogsz csinálni? Vagy senki, első 2-3 napban hozzánk se szóltak semmit, csak mentünk, ezért sorakozó. De tudták, hogy ott vagy valójában? Persze, mindenkiről tudtak mindent, csak szép sorjában, ahogy érkeztek, olyan sorrendben hívták, azért tartott ez ilyen 3-4 hétig. Jó, értem, de akkor a nevedet már bejegyezték, hogy itt van, na, ez igen. Érdekel. Na, viszont másnap behívtak, és akkor megkérdezte a gestapónál, időzőjelbe gestapón, tehát így hívtuk, így ja. Is fogom hívni, hogy megkérdezték, hogy miért jöttem a légióba. Hát mondom, hogy lengyel jött oda hozzám. Hát mert mondom, problémám van a rendőrséggel. És meséljem el a történetet. És akkor elmondtam a történetet, és egy dátumot elfelejtettem. Elfelejtettem azt a dátumot, azt a napot, amikor bevittek Dunaszerdőjő Pozsonyba a Justicságot. Arra 100 napra. 93-ban, az a 100 napra. De én mindent elmondtam úgy, ahogy volt, milyen sztori volt. És azt mondta nekem a lengyel törzsőrmester,
mai naptól téged Meszenszky Jánnak hívnak. Augusztus 18-án születtél, 68-ban, nem pedig július 13, arra névre írták ki a papírokat. Anyukád neve ez, és Losoncon születtél. Szóval kaptam egy ilyen identitást. És azon a naptól meg kellett szoknom, mert két napig, mikor névsor olvasás volt, a Meszenszky, hát én Makkira vártam, és akkor Meszenszky. Igen, hogy prezon, hogy jelen. Persze nem emeltem fel a kezem. Hanem... Ez olyan volt, mint a sokszor a poszívat szokott lenni nálunk, hogy igazoltattak bennünket, és amikor más igazolványával játszottunk, akkor meg kellett tanulni a nevet, hogy ki igazolványával játszunk. Így van, így van. Na szóval ezt megtanították velem, és utána jöttek ezek a különböző tesztek, pszichoteszt például. Akkor volt egy legenda, hogy kettő pszichoteszt lesz, és így idősebbek, akik már két vagy három hete ott volták, hallották, hogy mindig ugyanazt a fát kell rajzolni, mind a kettő teszten. Ha ilyen fát, lombkoronás fát rajzolták, akkor lombkoronásat rajzolják. Szóval akkor lerajzoltam. Mert? Nem tudom, ezt mondták, ezt csináltam, aha, követtem a tanácsokat mindenkitől. Azt mondja, hogy volt valami logikája, semmi logikája nem. Hogy mi logikája volt a pszichoteszben, hogy valaki ugyanazt használja, nem vagyok pszichológus, nem tudom. Én nekem azt mondták, ezt rajzoljam, akkor ezt fogom, kétszer rajzoltam. Akkor voltak a kockákat megszámolni, amely hiányzott egy... Szóval sima pszichotesztek, ezeken simán átmentem. Pár számolási dolog, beszélgetés, főleg lengyel kiképzőt kaptam ezekre a beszélgetésekre. Mivel ott szlovákként voltam, szlovák útlevéllel, nem magyar. És akkor így, amikor végigmentünk, jött a fizikai tesztek, hát a fizikai teszt... Arra nagyon kíváncsi volna, hogy egy légiós milyen fizikai tesztet csinál. Na, sokan csalódnak, úgyis, mint én is csalódtam ebben az egészben. Hát na, túl könnyű volt. Mire számítottál? Hát én jóval komolyabbra számoltam, legalább egy 50 fekvőtámasz, vagy valami ilyesmi. Hát azt hiszem 10-et kellett csinálni csak. Ja. Hát 10-et egy kézen megcsinálok mai nap úgy. Úgyhogy... Számomra egy kicsit ilyen csalódás volt ez az egész, hogy ilyen könnyű a fizikai teszt. És mai napig nem tudom, hogy mi alapján válogatták ki az embereket. És, ja, és akkor visszatérve, hogy mindezek teszt után közben, napközben meg unatkoztunk. Hogyha nem hívtak valahova, akkor csak a fa alatt üldögéltünk. És az december volt, nem volt meleg. Úgyhogy, de hát így elvertük az időt. Elmentünk. Ez hány hónapig tartott? Ez 3 hétig tartott. 3 hét? És mennyi volt ebből az a fizikai teszt naponta? Nem, egyszer. Egyszer? 3 hét alatt? Így van. Hogy megcsinálja valaki a fizikai tesztet, vagy nem. Volt egy Cooper teszt, húzockodás, hasazás, pár ilyen dolog, és akkor itt letelt a fizikai tesztnek a része, meg van. Megcsinálta, nem csinálta. Aki nem csinálta, aznap ment haza. De majdnem mindenki megcsinálta, nem volt nehéz. Talán a legnehezebb a legtöbb embernek a Cooper teszt volt, hogy lefutni ezt a 2600 métert, azt hiszem 12 perc alatt. Aha. Úgyhogy, de én felkészültem rá Németországban, a 2 héttel előtte, vagy 3 héttel előtte, amikor visszajöttem Magyarországról, Németországba visszamentem, akkor én non-stop edzettem, én tudtam, hogy ki akarok menni a légióba. Azelőtt is sportoltam, akkor csak még javítottam a fizikai állapotomon, hogy ezt könnyedén megcsináltam az egészet. És akkor így napközben üldögéltünk a falat, kellett önkéntes a konyhára, akkor én mindig jelentkeztem. Persze inkább jobb a konyhán dolgozni a melegben, mint kint a falat üldögélni decemberben. Igaz, hogy nem volt túl hideg Marseille mellett, mínuszfokokra nem nagyon ment. Ja, és akkor minden hét pénteken volt a sorakozó délután. Péntek? Minden hét sorakozó volt több, de ez a sorakozó, ez arra volt, hogy kiválasszák, hogy... Felsorakozott az egész csapat, mondjuk például egy 120 ember, és akkor elkezdték olvasni a neveket. És akkor olvastak egy nevet, megmondták neki, te ide állj. Így a kiképző tiszttel szembe. Volt 2 csoportot állítottak külön. Ti szobára csomagoljatok, mentek haza. Ti megkapjuk a piros várszalagot. És ez minden pénteken lett valaki rúzs. Ezt mondják rúzsnak, hogy piros várszalagot kapott, az azt jelenti, hogy felvették, és megy az alapkiképzésre tovább. Amikor összegyűlt egy tizenvalahány ember, azokat másnap, szombaton reggel vonatba ültették, Marseille-ba kivitték őket busszal a vasútállomásra, és Marseille-ból elvitték őket Castelnaudary-ba, ahol a 4. légiós ezred volt. Ez a 4. ezred, ez minden, ami kiképző ezred. Ott vannak az altisztek, az altiszti iskola, tizedes iskola,
autószerelőiskola, a jogosítványokat lehetett csinálni, felcser ápolóknak lehetett tanulni. Szóval ott minden, ami kiképzés volt. Amit nem ezrednél csináltak, saját ezrednél, a ilyen főbb tanfolyamokat, az minden ott készült. És ott volt 300 önkéntes jelentkező század, 1-es, 2-es, 3-as. Na most én december karácsony előtt lettem rúzs, és a két ünnep között kerültünk, 10-valahányan, azt hiszem 15-en mentünk a két ünnep között, Castelnaudary-ba, az alapkiképzésre, a Ketrémerő, a 4. idegen légiós ezredbe. De amíg oda eljutottál, rengeteget ültetik a magyarok fája alatt. És mi történt a magyarok fája alatt? Mit beszélgettetek ti magyarok a légióról? Hát a magyarok a légióról csak mindenki csak feltételezett valamit, legendák, amit könyvekből olvastak, hú, ez így van, az ejtőernyős ezred, ez az, amaz, akkor Dél-Amerika, akkor még volt Tahitin, volt egy ezrede a légiónak, a Szentkiem erő, 5. idegen légiós ezred, azelőtt ott végezték a atomrobbantásokat, akkor hát semmit, csak abszolút nem tudtunk semmit. Hogy valós, mi a valóság. Mondom, amit csak hallottunk könyvekből, vagy néha valaki hallott valamit takarítás közben egy magyar tizedestől. Tehát nem mondtak semmit erről? Semmit nem mondtak, semmi. Ez titok volt, vagy? Nem volt titok, csak egyszerűen még franciául se beszéltünk, nem tudtuk még elolvasni a fali újságon, például voltak képek a falon, hogy mi ez ilyen misszióba volt, ez az ezred, ezredek voltak, nem tudtuk még felvázolni ezt az egészet, hogy ez a légió hogyan működik. Mert akkor utána később kiderült volt a vezérkar, és abban az időben volt 10 000 a légiónak. Ami volt gyalogság, volt a gyalogság Nîmes-be, Franciaországból, gyalogság Dél-Amerikába, Francia Guyanába, akkor volt tengeren túli ezred Djibouti, Djiboutiba volt tengeren túli ezred Mayotte, Madagaszkár fölött, északra Madagaszkártól volt 1 000, és Tahitin volt 1 tengeren túli ezred. És utána voltak a benti ezredek, amik volt a gyaloknál, a gyalogság, aknászok, ejtőernyősök, kiképző ezred. Szóval ez így. És amikor utaztatok a kiképzések Castelnaudary-ba a vonaton, gondolom, a kíváncsiság az ablakhoz kötött benneteket. Mint gondolkodtatok, vagy amikor megindultál, mi volt az elképzelésed, és mi volt az eltérő, amit aztán kaptál? Na hát igen, amikor három magyar voltunk, abban a 15 emberben. Három magyar igazság is. Így van. Hárman voltunk magyarok, akik abba a vonatba benne voltak, abban a 15 emberben, akik mentek alapkiképzésre. Előző héten már 15 embert elvittek, és mi hozzájuk csatlakoztunk, mikor odaértünk Castelnaudary-ba. Ebből lett egy szakasz, 30 ember. Nem mi magyar volt, csak nem, hárman. Nem, hárman voltunk magyarok, így van. 10% a magyar. Na. És jöttünk a vonatba, terepruhába voltunk, zöld baret volt a fejünkön, mert a kepi blant még nincs jogunk hordani, az csak egy bizonyos teszt letétele után. A kepi, igen, a fehér kepit, az csak egy teszt után lehet hivatalosan viselni. Na most a vonatban rá voltunk ragadva az ablakon, amikor már tudtuk, hogy közeledünk, hogy na most mi is lesz az a légió, hogy hogyan lesz mi. Én személy szerint én azt mondtam, hogy a légió, egy kiképző tábor például, az biztosan bent van egy erdőben, egy nagyon elveszett helyen, nincs se ideg, sem meleg víz. Semmi. Szóval ilyen komandós, Rambó. Vagy valódi megpróbáltatás, nagyon kemény, nem alszunk, nem eszünk, megfogod, azt teszel, amit lősz magadnak. Számomra ez volt, hogy egy Rambót fognak képezni. Egy légiós, hát az egy legenda, képest, igaz? Egy gyönyörű laktanya mellett mentetek. És ehhez képest, mikor elmentünk, így van, mikor elmentünk a laktanya előtt, elhaladt a vonat, így egymást néztünk, csak nem ez lesz az az ezred. És a csalódás, mikor beültünk, leszálltunk a vonatról, bepakoltunk, a kamionokba beültünk, és kirakott minket a laktanyába. Mikor beérkeztünk, hát egy gyönyörű laktanyát képzeljünk el, 4 elalakú épülettel, középen a vezérkari épület, étkező a foyéval, mögötte még 200, és még a kövek is fehérre festve, mint a madzaggal állították volna be. Mint a filmekben, így van, egy gyönyörű laktanya. Tisztaság, egy papírdarabot nem lehetett találni, a fák levágva úgy, ahogy kell. Szóval egy nagy csalódás volt a számomra. Pozitívan, negatív?
Hát ez negatív, mert nem erre számítottam. Én rusztikusat akartam. Sokkal jobban rusztikus helyre szerettem volna menni. Tehát nem ilyen szép helyre. De ez se várhatott magára sokáig viszont. Tehát ja. Ez egy, mondjam azt, hogy a csali volt? Hát úgy is lehet mondani, igen, hogy ilyen laktanya, meg minden. És akkor ott jó, bekerültem a századon, meleg volt, nagyon is meleg volt a szobákba, meleg víz, minden szobában volt egy zuhanyzó. Hát ez... Na, szóval azt hiszem, 6-an vagy 8-an voltunk egy szobában. És a 3-as század első szakaszába kerültem. Lieutenant Colin volt a szakaszparancsnok, és egy volt ejtőernyős, komandós volt a szakaszparancsnok helyettes. Akire nagyon felnéztünk, rengeteg kitüntetése, az ejtőernyős jelvény. Az véget? Meg sok kitüntetése. Így van. De nem ismertétek. Nem ismertük. De láttuk, hogy van kitüntetése. De olyan kemény. Belevaló fickó volt. Fickónak látszódott, nagyon nyugodt volt, megfontolt, nem beszélt félre, nem kiabált feleslegesen, elég volt, ha egyszer mondott valamit, az végre letajtva. Neked milyen a naturált? Nyugodt, vagy hát, inkább impulzív? Nem, én inkább nyugodt vagyok. Igen, nyugodt, de tudok... Nem nyugodt is lenni. Igen, tudok nagyon ideges is lenni, elég gyorsan, de ezt a légió megtanította velem kicsit kezelni. Így kezelni, korlátozni ezt a személyiségemet. És ez jót tett a személyiségednek? Szerintem igen. Jó, folytassuk akkor, hogy... Szerintem igen. Itt van a szép laktanya, minden itt szép és gyönyörű. Mi lesz most? Na, és akkor jött az új év, azt ott töltöttük, és január első hétfőjén összecsomagoltunk, mindahányan voltunk a szakaszba, aki első és a második csoport, amiből lett az egy szakasz. Beültünk a teherautókba, és elindultunk ponyvás teherautókkal decemberbe, nagyon hidegbe, vagyis januárban nagyon hidegbe, a Pireneusokba, egy ilyen 30-valány kilométerre lévő Reiszak farmra. Igen. Na, ezt a farmot úgy képzeljük el, mint egy kőház, ami fel volt újítva, persze belül vakolat, minden szépen meg volt csinálva, mögötte volt egy kis domb a ház mögött, a ház aljában voltak WC, zuhanyzó, közös zuhanyzó, akkor raktárhelység, étkező, konyha mögötte, utána egy folyosó fel, fönt voltak a szobák, és a másik oldalon volt a tiszti és tiszthelyetteseknek az étkező saját szobákkal, a konyhával. Plusz a mi étkezőnk egy ilyen kis alaksorban. És oda megérkeztünk, és akkor itt elkezdődött ez a egy hónapos kiképzés program. Ez milyen volt? Ez nehezebb volt, mint az előző, ahol mit tudom én, hetente egyszer volt ez a fizikai terhelés, aztán a magyarok fája. Itt nem volt magyarok fája, nem találtad el? Hát itt ott bújtunk meg, ahol tudtunk magyarok együtt, aha, mert megtiltották, hogy na, először is összecsoportosítottak minket olyan alakzatba, hogy két nem franciául beszélő emberre jutott egy franciául beszélő, vagy egy franciára kettő vagy három idegen. Igen. És akkor itt non-stop együtt kellett mindenhol menni. Úgyhogy megállás nélkül, és meg volt tiltva, hogy mi saját anyanyelvükön beszéljünk. Na most ez volt az érdekes, hogy franciául nem beszéltünk, és ha valaki magyarra akartam beszélni, lehetett, csak ne hallja meg a tizedes. Aha. Szóval nagyon szigorúan vették ezt az egészet. Mi volt, ha meghallotta? Hát fekvőtámasz. Legtöbbször. Ennyi? Hát ameddig bírtuk például. Aha. Volt, hogy 20-30 percig pozícióban voltunk, fekvőtámasz. Nem okvetlenül, hogy fekvőtámasz, hanem csak pozícióba kellett. Lerakta valaki a lábát, akkor rögtön kiabálás, rálépett a hátára valakinek a bakancsa. De ezt persze képzeljük el, hogy ezt nem bent csináltuk egy tornateremben, hanem kint az esőbe, és a szélbe, és a hidegbe. Tehát állandóan. És inkább nem csináltunk hibát, vagy próbáltunk, de mindig akadt egy kakuktojás a csapatba, úgyhogy... Ugye rengeteget szívtunk, őszintén megmondom, mások miatt elég volt, ha csak egy kicsit elkésett a sorakozóra, akkor már fekvőtámasz, vagy békaügetés vagyok. Imádták azt a dombot az épület mögött. Tehát le kell menni. Hát nem volt túl magas, de ilyen 150 méter hosszú lehetett, és ilyen 80-90 méter ilyen szintkülönbség, de hát oda fölfutni, és akkor számolt, visszaszámolt. Aha. 10, 9, meg így kezdett számolni, vagy nem tudom. Hát az szörnyű volt. És hogy barátkoztál meg a francia nyelvvel? Mert meg kell bele barátkozni, hogyha
értekezni akartál azzal, aki nem magyar. Igen. A francia nyelv az egyszerű volt. Minden reggel, hogyha volt valami aktivitás, az például mondjuk az, hogy 7 óra 30-kor reggeli után csikket, az nagyon fontos. Minden reggels délben felsorakoznak minden épület közül a légióba körül. És a sorakozó előtt az körbe mennek, a tízeresek ellenőrzik őket, és szedik össze a csikket meg a szemetet az épületek körül. Ez így működött, az egész karrierem alatt ez mindig így volt. Hogyha csíkszedés reggel 7 óra 15-kor, 7 óra 30-kor sorakor, és vagy elmentünk sportolni, vagy elmentünk akadálypályát csinálni, vagy kimentünk kúszni, mászni az erdőbe, fegyverismerettel, kis taktikát tanulni, és 9.30-tól körülbelül ilyen 11 óráig, 11.30-ig francia nyelvlecke. És ez mindennapos volt az első hónap a farmon. Hát a farmon. Így van, kötelezően. Nekünk ezt a szakaszparancsnok csinálta, aki egy francia hadnagy volt. Na és akkor tanultuk, mint a kisiskolások. Megfogta a poharat például, és akkor rámutatott, ember, egy pohár, és akkor keszköszé, mi ez, és akkor közösen ember, mindenkinek mondani kellett. És akkor elsősök. Mint elsősök az iskolában, és ez így ment. És akkor először megtanították velünk, mi az a felmosórony, mi az a söprű, mi az a vasaló, mi az a ami a legfontosabb a lapát, volt. Ami a legfontosabb volt, mert a tisztaság az 100%-os mindig a légióban. Ott megtanul az ember tisztaságot hagyni maga után is, legtöbb esetben. Úgyhogy mondok egy példát, ha elmegyek egy volt légiós kollégámhoz, akkor biztos nem fogom koszosan találni a WC-t például. Ott mindig tiszta lesz a WC, tiszta lesz minden. Ez így, aki lehúz pár évet a légióba, ez így bele rögződik az emberbe a tisztaság, meg a rend. Tehát belevésőd. Így van. Na és akkor itt tanultuk ezt a francia nyelvet. Volt ez szerencsém, elég könnyen tanultam, mert volt nyelvérzéken, beszéltem a szlovák-magyar, elég jól bötyögtem németül is. Igen. Abba az időbe. De azért sokat beszélgettünk magyarul, mindig kimentünk az épület mögé, mikor szabad idő volt, hogy 10 percet cigire, vagy valami, akkor csak vagy csikket szedtünk, mert pénzt nem kaptunk, vagy próbáltunk, vagy a tízeres adott egy csomag dohányt, akkor zsodoltunk egy cigit magunknak. Szívtuk, és akkor beszélgettünk mindig magyarul, egyszer csak a sarok megül előbújt a tízeres. Na, mi van? Hogy beszélünk? Francia, vagy ez a francia, na, akkor folytassátok. Folytattuk, hát elkezdtünk nevetni, még ő is nevetett rajta, persze tudta, hogy nem francia beszélünk. Szóval voltak ilyen vicces sztorik. Vagy először megkaptuk, volt ilyen viaszban, ilyen kis kolbászka, ilyen szárított kolbász, és ilyen fehér viasz volt rajta. Vagy volt a Babybel. A Babybel az a sajt, ilyen piros sajt, és a viaszt le kell húzni róla ezt a pirosat. Tehát soha nem láttunk. De? Az egyik srác viasszal lette meg a kolbászt, nem tudta, hogy le kell húzni róla. Másik a sajtot. A másik meg a sajtot viasszal együtt. Utána mutatta meg a francia neki, hogy hát ezt nem úgy kell. Ja. Most ott vagyunk. Kiképző táborra talán már 2 hónapja, ha nem több. Első hónap, igen, a farmon. Első hónap a farmon, de előtte már. Volt egyfajta kiképzés, alaptábor. Hát inkább ilyen felvételi. Felvétel, alaptábor, ez már majdnem 2 hónap. Még mindig tart az a pénz, amit Németországon kerestél? Hát az, hogy a pénzhez nem jutottunk hozzá. A pénzt, ott kaptunk egy fizetést, azt hiszem 500 frank ment abba az időbe egy számlára, egy postai számlát nyitottak, mikor visszakerültünk. Mindenki számára? Mindenki számára, igen. Viszont nagyon fontos. Én nem arra, hogy kíváncsi, mennyit kerestetek. Igen. Csak arra, hogy hát tényleg most akkor az a pénz még tart-e, vagy azért kerestetek is ott valamit, hogy azért kerestünk is pénzt, ami Németországban. És kaptunk is valami apró pénzt, ami cigire elég volt. Max egy kólát tudtunk hozzáadni, hetente egyszer elmentek bevásárolni a foyerbe, a foyer az egy ilyen kantin volt, és onnan tudtunk hozatni, a tízeres összeírta, hogy ki mit akar, hozott egy doboz, vagy 7 doboz cigit például, vagy 5 doboz, vagy 2 kólát, vagy valami csokit, és arra volt ez a pár frankot, amit megkaptunk. A többi az ment egy számlára. Tehát nem lehetett elengedni egy gyöpőt? Nem, mert nem is jutottam hozzá saját pénzemhez, amit márkát vittem magammal, vagy frankot. És márkát vittem, és akkor átváltották nekem hivatalosan ott a végén. A lényeg az volt ennek az egy hónapos kiképzésnek, hogy eljöttek az első gyaloglások például. Az mit jelent?
Hát, hogy menetelés, igen, és új bakancsba. Na hát ez volt a legnagyobb szenvedés, amikor feltöri a lábát az embernek az új bakancs. És mennyi súlyt költött egy cipelj mellett? Hát egy hátizsák nagyjából ilyen 15 és 20 kiló fegyverrel minden. Mit költött beletenni a hátizsák? Hát nagyjából mindent egy túlélésre, vagy egy kint alvásra. Volt benne egy ráció, ez a RICR, ahogy leírom, ez a rációnak igen. Nevezzük, ez a doboz, ami 3200 kalória 24 órára. Akkor volt benne, nem tudom, kulacsba víz, a hálózsák, a ponyva, szóval ami kellett, egy csereruha, cserezokni. Ez túléléshez. Persze, egy Gore-Tex kabát, szóval minden, ami hozzátartott, és akkor jöttek ezek a menetelések, ami a legnehezebb volt mindig az egészben. Hány kilométer volt? Hát volt ez 10 kilométertől egészen az utolsó napig, a farm utolsó napján ez a 48 kilométer. És milyen helyen? Hát ilyen dimbes-dombos hely. Hát annyira nem, ez a része inkább ilyen köves rész, de hozzájött a hideg, az eső, szóval ez nagyon megviselt engem, mert főleg a hideg, a mai napig én nem szeretem a hideget. Lehet, de a bakancs is valahogy... Hát a bakancs az nagyon, az a bakancs... Ha jól olvastam, az... Vagy a bakancs volt rossz, vagy nem írt a lábad? Hát igen, a legnagyobb probléma az volt, mikor eljött, na szóval, hogy viselhetse valaki a kepi blant, a fehér kepit, ahhoz meg kell csinálni a mars kepi blant, vagyis ezt a kepi blant menetelést, a fehér kepi menetelést. És ez az első hónap a farmnak az utolsó napja. Ezzel ér véget a farm az első hónap kiképzés. Amikor befejeztük ezt, nekem ez nem sikerült a saját szakaszomban, mert lebetegedtem, és két héttel később csináltam egy másikkal. Na most akkor erről fogok beszélni. Ők megcsinálták, elmentek engem, bevittek a gyengélkedőre, mikor visszajöttek, féltékeny voltam rájuk, megkapták a fehér kepit. Én nekem nem volt jobban felrakni a fejemre még. Tehát mi lesz veled? Igen, féltem, hogy nem vesznek fel, vagy valami. Két héttel később megcsináltam Ödönékkel, Ödönről van benne egy képe, a 2. századdal ezt a 48 kilométeres gyaloglást este 6-tól reggel 6-ig, 48 kilométer, minden órában 5 perc pihenő, minden két órában 10 perc pihenő, de még a pihenőt se kívántam, mert ilyen 3-4 óra gyaloglás után annyira feltört a lábam a bakancs, hogy jobb volt non-stop menni, mint hogy megállni, amikor lehűlnek az izmok, akkor nehéz volt felállni is. Úgyhogy én mentem volna, le se ültem, én inkább álltam reggel, véres volt az oknim, hiányzott a bőr a sarkaimról, a talpamról, a lábújakról, a bőr, szóval mindenhol. És ezzel nem voltam egyedül. Nem voltunk hozzászokva. Van, akinek ez könnyebben ment, van, akinek. Én ezt nehezebben viseltem, ezt az új bakancsot. Nekem ez mindig probléma volt az elején. Na szóval ezt végigcsináltuk, ünnepélyesen átadták a kepi blant, a fehér kepit, és akkor visszamentünk az ezredbe. Utána bekerültem én is, és akkor folytattuk ezt a maradék három hónapos kiképzést. Ugyanúgy voltak francia nyelvecke, fegyver szétszedés, összerakás, az összes darabot, alkatrész részét a fegyvernek tudni kellett a nevéről. Mindent aprólékosan, csukott szemmel szétszedni, összerakni különböző fegyvereket. Akkor milyen fegyverek voltak? Hát volt a FAMAS, ez a híres francia, ami a képen is látható. Szerintem nagyon sokan kritizálják ezt a fegyvert, de szerintem ez nagyon jó fegyver volt. 400 méterig szélcsendben pontosan lehetett vele lőni. Mit jelent ez a pontosan lehetett lőni? Hát pontosan egy térdelő céltáblát például, mondjuk egy céltábla, ami 70 centi magas, és ilyen 40 centi széles, 400 méterig el lehetett vele találni, hogyha jó időjárási viszonyok voltak, így van. Mert írod egy helyen, hogy a szél is befolyásolja, a golyót eltéríti. Hát az a mesterlövészetnél nagyon sokat számít, igen. Arra meg kiderünk mesterlövészet, az is érdekel. Ja, mesterlövészet az egy külön fejezet. Na szóval, és akkor ezeket tanultunk. És amiről elfelejtettem mondani, hogy az első napokban tanulni kellett a légiós dalokat. Na ezek mik voltak? Katonadalok? Hát katonadalok, persze. Ez ilyen buligyilkos dalok, többnyire hát, mindig így nevezem. Hát igen. Ez a buligyilkos dalok olyan, amikor van egy jó hangulat, például ez a nagy ünnepségek, mint a Cameron vagy a Saint Michel, amiről írok a könyvbe, hát akkor mindenki jó hangulat, énekelnek, kiabálnak, stb. Ezt csak megadja a hangot, és akkor elkezdik énekelni ezek szomorú, lassú, légiós dalok. Tehát véget ért a móka mára? Hát ez igen, egy ilyen dal, és akkor mindenki csend, mikor véget annak, és akkor szép lassan megint fellazul hogyha valaki beívott valami öregebbek, mert mindig meghívtak volt légiósokat, volt olyan is például 2000-es évben, aki Indokínában volt a vietnami fogoly volt, igen, Indokínában.
Szóval voltak olyanok is, van is egy képem róla, amikor egy szivarra nem voltak lábai tolószékbe, és akkor lefényképezkedtünk be, hogy legenda volt, volt vietnami fogságban is az úr. Hogy akkor ők szerettek. Minél öregebb valaki, annál jobban tetszenek ezek a légiós dalok neki. Aha. És nekem is ez így a korral utána jött, hogy kezdtem megszeretni őket. Ma például, ha elmegyek zuhanyozni, majdnem minden reggel berakom a Au Légionnaire ezt a dalot szépen. Azt tudom, hogy 4 perc, az 4 perc alatt én lezuhanyozok szépen. És mi rész alatt a dal? Hát ez ilyen légiós történet, hogy amikor nem volt pénzünk, jelentkeztünk a légióba, és akkor mentünk, bementünk a hajó fenekébe, továbbálltunk, mentünk harcolni. Szóval ilyen... Tehát nincsen pénzem, de majd lesz. Így van, így van. Hogy a légió mindig törődik velünk amúgy ilyen. És így is? Persze, persze. Csak mikor lesz rá, az majd külön fejezet. Térjük vissza ehhez a kiképzéshez, mert azért még ott ragadjunk, hogy hogyan lettem egy eltőernyős, a gyaloglásnak, amikor vége lett a lábdot, alig láttad, a bőr alig volt rajta, hogy gyógyult be, azt hogyan tovább? Na hát a begyógyulás az egyszerű volt, oda jött a felcser, reggel mindenki lezuhanyzott a gyaloglás után, megnézte a lábakat, levágta a bőrt, ami már félig lógott. Nem a lábat, csak a bőrt. A bőrt levágta, vagy benyomta ezt a fertőtlenítő anyagot a hólyagba, például leragasztotta, és itt véget ért a dolog. Hát persze ez így 3-4 napig, ez nagyon fájt. Úgy ment valaki, mint hogyha nem akarom tojásokat mondani, micsoda, így van, vagy más. Ja. Ja. Akkor tornacipőben voltunk, és akkor este volt a hivatalos átadás a Képi Blannak, és utána beültünk kamionokba, és visszamentünk Castelnaudary-ba. És akkor ott folytatódott ez a laktanyai élet, akadálypálya, fegyverismeret, francia nyelvecke, éneklés, menetelés. Persze tudtuk, hogy fonetikusan leírtuk, hogy a dalt, mert a binomunk, az a francia nyelvű, az elmondta, hogy kell ejteni, és akkor mi fonetikusan írtuk, és így kellett megtanulni a dalokat. És hogyha nem tanultuk meg a dalt este 6-ra, akkor addig nem mehettünk aludni, míg nem tanultuk meg azt a dalt. Ennyire szigor volt, igen. Ennyire szigor volt, hogy egy helyben menetelve kellett így a dalra, ritmusra menetelni egy helyben, és akkor énekelni a dalt. Ez mire tanítsa meg az embert fölnőtt korba, hogy tényleg egy helyben menetel, énekel, talán sokszor azt csinálja, amit nem is szeretne, vagy azt kell neki csinálni. Ez mire tanított meg téged? Hát engem az, hogy vannak szabályok az életben, és ha valaki betartja, be kell tartani, hogy valamire jussunk az életben. Mert ha nincsenek szabályok, mindenki azt csinál, amit akar, akkor szerintem az nem jó irányba vezet. Tehát meg kell fegyelemre. A fegyelem, így van, a fegyelemre, hogy meg kell tanítani a fiatalokkal a fegyelmet. Ennek így kell lenni. Ha tetszik nekik, ha nem. Csak az a baj, hogy ma már szülők sem nagyon fegyelmezik a gyerekeket, hanem mindent megengednek nekik. Ma már egy 10 éves azt csinál, többet megengedhet magának, mint én 18 évesen. Ja. Szóval abban az időben. Úgyhogy ez a fegyelem, ez szerintem ez jó volt. Mindig tisztaság volt, rend volt, mindenki tudta, hol a helye. Senki nem akart kilépni a sorból. Hát, ha valaki eltévedt, azt gyorsan visszapofozták a helyére, visszaterelték a helyére, persze. És hogyha valaki többször kilépett a sorból, például idézőjelbe, akkor azt idővel már az ezrednél rákényszerítették arra, hogy szökjön meg, mert annyira rászálltak, hogy pszichikai nyomást gyakoroltak rá, hogy még hajójegyet is kapott, hogy elhagy gyakorzikát például. És ez az alapkiképzés a tanyán meddig tartott? Ez az, a tanya 1 hónap volt, és utána 3 hónap bent. Bent a laktanyában, Castelnaudary-ba, a szép laktanyában visszakerültünk. Most a 4. hónap végén, utána megcsináltuk még a jogosítványt, de mivel nekem nem vezethettem, mivel jól vezettem. Így van, én kereszt tanultam a vezetés helyett, mert azt mondta, hogy meg kigúnyolt, hogy 26 évesen hogyan lehetek nemzetközi teherfuvaros. Aztán mentünk egy kört vissza, itt jó, te nem vezetsz többet. Ja. Hát ezt bántam, mert imádok vezetni. Ja. Ja, és akkor eljött a vég, és akkor visszamentünk Castelnaudary-ból, összecsomagoltunk, végeztünk, és visszamentünk Óbányba, a központba. Ahova beléptél. Ahol beléptem. Ez volt az 5. hónap vége. Mivel 1 hónap Óbány, 4 hónap, 1 hónap farm, 3 hónap Castelnaudary, és akkor visszamentünk Óbányba, ahol lehetett kérni, hogy ki hova szeretne menni, melyik ezredbe. Ekkor már 96-ot írunk. Ekkor már 96 április írunk, április végét. 96 április végén, amikor bementünk, ez volt egy pénteki nap, bementünk az ezredeshez,
És én mindig végig azt mondtam, hogy én ejtőernyős akarok lenni. Én kitartottam ez mellett, mert a szakaszparancsnok minden hónapban mentünk egy ilyen orientációra. Ilyen a szakaszparancsnokhoz egyesével, és akkor próbáltunk vele így kommunikálni, hogy mit szeretné a dözijem rep, én második rep, rezsimajtrans, vagy a parasütiszt ejtőernyős, idegen légos ezred. Én mindig kitartottam mellette. És akkor bementünk az ezeredeshez, mikor rám került a sor, bekopogtam, ott meg volt egy rituálé, hogy kell, hogy mindig a szemébe nézni, úgy csukom be az ajtót a hátam mögött, hogy mindig a szemébe nézek például. Ez fontos volt? Ez nagyon fontos volt, ez tisztként, katonatisztként is mindenki így csinálja egy ezeredes előtt. Tisztelegni egy rituáléval, levenni a kepit, így megfogni a sültjét a sapkának, a láb mellé. Hogy fogod meg? Persze, persze, vigyázva állva, és akkor jelentést adni. Mi volt a jelentés? Hát a jelentés például itt az volt, hogy engagé volontaire, mesenszki, quatre mois de service, engagé volontaire, vagy önkéntes jelentkező mesenszki, 4 hónap szolgálat, parancsára ezredes úr. Aha. Nem rakott. Tehát egy tisztelettudóan. Így van. És akkor vigyázva álltunk végig, és akkor megkérdezte mesenszki, hova szeretnél menni. Hát mondom, deuxième rep, mon colonel, ezredes úr. Oké, beírta az övedőzőjem rep a füzetbe, tüpö diszpozé, hogy mehetsz. Akkor felraktam rituáléval a kepit a fejemre szépen, tisztelektem szemébe nézve, zsöpö diszpozé, vagyis hogy azt nem tudom lefordítani magyarul, tisztelektem, és hátra arc, kinyitottam viszont az ajtót, becsuktam, és ennyi volt. Aha. Kint várt egy 10-es Calviból, Korzikáról, az ejtőernyős ezredből, aki a kiképző tisztnek a jobb keze volt, egy 10-es, az jött elértünk. Persze, mert mindig aztán Korzikára fogtok visszatérni. Így van, hát jött az a kaporál Mason volt a neve, 10-es, Mason 10-es. Ő várt minket, összeszedett minket, 7 voltunk. De gonoszok. 7, mint a gonoszok. Ja. Hát összecsomagoltunk, és másnap reggel egy külön helyiségbe mentünk aludni, és másnap reggel beültünk egy buszba, és kivittek minket Istre a repülőbázisra, a légierőbázisára. Ez Marseille-tól nem messze van. Életemben először ültem repülőn, egy katonai Transall C-160-as. Beültünk, és Szolenzárai légibázison szálltunk le, ami Korzika dél-Korzikán van, dél-kelet-Korzikán. 2 óra repülőút volt, leszálltunk, hát óriási élmény volt, nem így képzeltem egy repülőt, meg se lehet szólalni a repülőben, olyan zajos, nem úgy, mint a filmekben, hogy beszélgetnek a katonai repülőben, plusz helikopterekben, meg hát nem, ott nem lehet hallgatni, kiabálni kell. Olyan zaj van? Olyan zaj van, hát csörög-zörög minden, egy Herkülesben vagy egy Transallban, úgyhogy a Herkules az még jobban, mert az a 4 motoros, úgyhogy... De ez egy óriási élmény volt. Így van, de egy óriási élmény volt először repülőre szállni. És akkor leszálltunk Szolenzán, és onnan ilyen 4,5 órás úton, hát akkor még nem volt kész az új út Korzikán, és át kellett menni egész Korzikán a északnyugati részére, Calviba. És akkor gyönyörű hegyek, a tenger, áprilisban jó idő, az a makinak hívják azt a növényzetet, makuis, úgy írják, ez a növényzetnek az jellegzetes illata Korzikán. Az egy örök élmény mindig, mikor leszálltam Afrikából egy visszajövő útról, mikor kiszálltunk a repülőbe, és megéreztük ezt az illatot, akkor hazajöttem. Igen, hogy hazajöttem. Hogy ez az érzés mindig mai napig benne van, amikor megyünk hajóval, és a hajó megáll a Bastiába, a kikötőbe, és megérezni ezt a tengeri levegő, keveredik ezzel a növényzetnek az illatával, tehát az valami. De most egyet, amit nem értek, először ültél repülőbe, amikor oda repültél, akkor miért akartál te ejtőernyős lenni, mikor még repülőbe sültél? Hát nem tudom, mert azt mondtam, hogy ha légió, akkor a légió legyen a javából, akkor abból a legjobb. Tehát ha lúd, akkor legyen kövér. Így van. Azért vettem például egy, most mondok egy hülye példát, volt egy Infiniti FX45-öm, utána volt egy FX35-öm, és tudtam, hogy van a csúcsmodell, az FX50. Hát ha már Infinite, akkor legyen a csúcsmodell, és megvettem az FX50-et. Aha. Szóval mindig, hogyha valamiből valamit akarok, akkor abból a legjobbat. Hogyha valamit csinálok, akkor mindig a legjobbat próbálom adni magamból. Ha sportolok, akkor sportba a legjobbat. Értem. Amennyit a fizikai képességem képes, de mindig a legjobbat kihozni magamból. Szóval úgy gondoltad, hogy ezt elbírja a fizikai képességed ejtőernyős? Igen, én ezt úgy gondoltam, hogy én ejtőernyősnek kell lennem, mert a világ egyik elit hadseregébe szeretnék tartozni. Értem. Na, és akkor hogy volt ez a kiképzés, ejtőernyős? Na, ejtőernyős kiképzés 2 hetes iniciál elvileg, de olyan probléma adódott, hogy nem volt szabad repülő.
és nem tudtak hozni repülőt. Egyszer eljött a Transál, de az is csak negyedik héten. Aztán azt hiszem, 2 hét múlva kellett visszatérni? 2 hétig gyakoroltunk, minden están húzzuk az időt, akkor rengeteget futottunk. Hát a Franciaországban a nemzeti sport szerintem az a futás, föl a hegyre, le hegyre, parton, homokba. Mindenhol? Szóval mindig futottunk. Rengeteg kilométerek vannak a lábaimba, de ez is jó valamire. És akkor jött egy repülő, és egyet tudtunk ugrani, mert el kellett neki menni. Az első ugrás az olyan érzés, élmény volt, hogy azt mondja, nem emlékszem semmire, mint egy lassított filmbe. Azt mondták, számolni kell 331, 332, 333, és ha nincs az a sok, amikor kinyitódik a kupola, hogy belekap a levegő, akkor kell nyitni a mentőernyőt. Hát én nem számoltam. Jöjjön, aminek jönnie kell. Jöjjön, aminek jönnie kell. Nekem ez olyan érzés volt, hogy azt sem tudom, hogy mi történik körülöttem. Szóval, és mindenki egyesével ugrottunk ki, és az ajtóba állva. Sokan nem szeretnek elsőként ugrani. Most milyen volt az első ugrás, amikor kiállsz a repülő szél, és akkor most, na Lajos, mi lesz velem? Hát ez az az érzés, ami majdnem azt mondom, hogy leírhatatlan. Át kell élni az, hogy ezt valaki, hogy megtudja, hogy milyen érzés. Egy ejtőernyősú kiugrani egy repülőgép ajtaján. Igaz, hogy bekötött ugrásról beszélünk, nem egy autó, nem egy sportugró, sporternyő. Mi ez a bekötött ugrás? Bekötött, az, hogy kábelre be van kötve az ernyőről egy 6 méteres heveder, és az húzza ki az ernyőt, az fogja kinyitni az ernyőt, 65 méteres, és után nyitódik ki, mert először megfeszül ez a 6 méteres kábel, utána kihúzza a zsákot, amiben van magában a kupola, az ernyő, és utána kijönnek a madzagok, amik össze vannak így gumizva a zsákban benne, kijönnek a madzagok, utána leszakad a 6 méteres heveder, ami a géphez, a 25 danos madzaggal van hozzákötve, 25 kiló bírású, és akkor kijön az ernyő magába, és akkor így levegőbe kap. És ez 65 méter nagyjából, egy 265 km pár órás sebessége ugrunk ki a gépből. Ja. És ez az az érzés, ami, hát mikor kinyílt az ernyő, akkor csodálatos, hú, de jó, mindenki, hú, kiabált, tilos kiabálni, persze, hát, tudják, hogy első élmény, ja. Hát az olyan élmény volt, hogy leírhatatlan. Na de, jött a földetérés. Hát arra ez... nem számított, én azt hittem, úgy van, mint a filmekben, hogy fogom, mint egy párnáról lerakom. Hát egy becsapódás. Hát olyan becsapódás jön, hogy hihetetlen. Főleg, ha rossz pozícióban van valaki. Igaz, hogy tanultuk a pozíciót, úgyhogy próbáltuk be is tartani. Úgyhogy itt fontos az, hogy szorítjuk a lábainkat, kicsit meggörbítve a térdek, kezek könyökökbe, mert gyakran eltörhet a váll, vagy a könyök, vagy ha lerakja a kezét valaki, akkor a csuklók. Ja, nem egyszer volt 2 törött csukló például. Tehát nem bokatörések. Is földet érni. Hát nem, de mi nem ugorhattunk, csak 4 méteres szélben maximum az első ugrásnál. A promó alatt, a ejtőernyős kiképzés alatt csak maximálisan 4 méteres szélnél tudtunk ugrani. Lehetett ugrani. Úgyhogy ez a 4 méter, ez még olyan volt, hogy nem volt olyan túl nagy a becsapódás. Na most az első ugrás után minden happy volt, jól földet értem, és akkor el kellett menni repülőnek. Na, be kellene fejezni a tanfolyamat, ejtőernyős tanfolyamat, hoztak egy Puma helikoptert. És a Puma helikopternek, a Super Pumában hátul van egy ilyen, a padlón egy ilyen nyitható rész, és akkor onnan ugrottunk a másodikat, harmadikat és negyediket. És a negyedik után el kellett menni. De én a harmadik ugrásnál volt egy olyan érzésem, hogy hú, én nem akarok, mint egy lassított film, hogy éreztem, hogy valami baj fog történni. És a negyedik ugrásnál olyan rosszul értem földet, hogy hát a bokám abban a pillanatban recsent egyet, ilyen lett abban a pillanatban a bokám, lila, fekete volt, minden színű volt testére, alig bírtam járni, és attól féltem, hogy én nem fogom megkapni a ejtőernyős jelvényt, mert 6 ugrás kellett volna hozzá. Csak 4 volt. És csak negyedik ugrásnál voltunk, de olyan szóval minden jóban van valami, vagyis minden rosszban van valami jó, el kellett menni a helikopternek. És a többiek nem volt kilátásban 2 hétre repülő, és az ezredes olyan döntést hozott, hogy mi megkapjuk a 685. promóció, megkapjuk a 4 ugrás, a 4 ugrás után az ejtőernyős jelvényt. Hát én gumikötés, niflugel, krémek, fájdalomcsillapítóval felsorakoztunk délután, péntek délután, és kisétáltunk a vezérkari épület elé, hivatalosan átadták nekünk a jelvényt, és a furázsért ezt a átadott valamint, szalagot. Így van, és akkor visszasétáltunk szépen a fájós lábba, és akkor így lett a mejtőernyős. A légióba minden pénteken történik ilyen átadás? Többnyire igen. Ahogy hallgattalak, általában péntekről van mindig szó. Többnyire mindig péntekre van rakva. És mit 13-án esik a péntek?
Az mindegy, a pénteken, mert az emberek, a légiósok azért szeretnek inni, hogy őszinték legyünk, ez nem titok. Ja. Mindig találtunk okot arra, hogy ihassunk egy sört, vagy valamit, és nem is volt tilos a légióban, akár sport után is meginni egy sört reggel. Uh-huh. Úgyhogy... Inkább vigyák pénteken, jön a szombat vasárnap. Így van, és akkor lehet pihenni. Ja, szombat vagy vasárnap. Úgyhogy pénteken buli van, szombaton buli van, vasárnap pihenő. Tehát meglett az eltjelés, kiképzés, megkapod a rangot hozzá, és hogyan tovább? És bekerültem a második ejtőernyős ezred negyedik századába. Ahol akartál. És a sniper szakaszba. Ide akartál bekerülni? Amit én bevonzottam magamnak, és oda bekerültem. Az egyes szakasz volt a sniper szakasz. És mit jelent ez a számodra, hogy oda bekerültél? Hát számomra ez volt a cseresznye a tortán. Azt mondja, én oda kerültem. Én mindent megtettem, hogy én nekem ott helyem legyen, és úgy is viselkedtem, hogy engem ott megbecsüljenek. Minden, sok hülyeséget meg is csináltunk, de én becsültem azt a helyet, hogy ott lehetek. Volt még ott magyar? Volt, igen. Volt Attila, akiről beszélek. Aztán volt egy magyar, aki egy idő után megszökött a légióból, és 18 hónap után visszavették őt, jelentkezett. Újra visszavették, ő 18, ő már 10-es volt akkor. Hát utána a szakaszban nem is volt más magyar. Magyar őrmesterünk volt. Igen, és hányan voltak a szakaszban? 30 ember körülbelül egy szakasz nagyjából. Ilyen 28 és 34, így plusz-mínusz mozog egy-két ember missziótól függően. Egy átlagpolgár. Hogyan képzi el egy légiós átlagnapját? Hétfőtől, akkor még szombat délig volt a munkaidő. Igen, akkor beszéljük egy hétről. Jó, hétfőtől péntekig például, reggel sorakozó hétfőn, század futás. Hány órakor? 7:30, mindig sorakozó. 7:15-kor csíkszedés, de az csak a közkatonák plusz a tízesek. 7:30-kor sorakozó, sportruhába, és egész százados az élen, és megyünk futni végig a városon, fel a helyre. Kálvin városán átfutunk szépen a Superú mellett, áruház mellett ki a tengerpartra, vissza a parton, ott fürdünk a tengerbe, visszasétálunk, vagy befutunk, és utána felsorakozunk, és elsétálunk a vezérkar épület énekelve, és visszamegyünk a századba például. Szóval ez így, mennyi ideig tart? Ez egy órás futásról beszélünk, egy óra, vagy mindig volt ez a stretching, ez a nyújtási gyakorlatok előtte, és utána ilyen 10-15, persze minden futás után kötélmászás, húzockodás, hasazás, egy 10-15 perc, 10 perces nyújtási gyakorlat, ez ilyen másfél óra, vagy 1 óra 15 perc, attól függ, milyen gyorsan futottuk le, mennyi kilométert mentünk, volt ott tovább tartott. Utána 9:30-kor sorakozó. És reggeli mikor van? Hát reggeli az előtte. De nem kötelező a reggeli. Nem kötelező. Többnyire mindig, akkor már hozzászoktam én is a croissanthoz, a reggelire egy kávé croissannal. Akkor már nem volt idő rántottát csinálni, meg ilyenek, azt mindig hagytuk a hétvégére. 9:30-kor sorakozó, sport után, többnyire a klubban, minden századnak van egy klub század. Ilyen kis bár, ahol csináltak szendvicseket, például 100 emberből, a 110 emberből majdnem 50-60 szendvics, ilyen bagett félbevágva. Igen. Vagy tojásra, sonka, szalámi, vaj, paprika, paradicsom, vagy ki még különböző. És akkor lehetett venni, nem tudom, mondok egy példát, 1 euróért egy szendvicset. A haszon ment a századnak a pénztárcájába, a kasszájába, és abból mindig karácsonyra költöttek, karácsonyi ajándékra, ünnepségekre, vagy valamire. Ott vagyunk fél tisztáján. Azután mi történik? Fél tíz után, ez a 10 órai után, akkor újra felsorakoznak a szakaszok például, és akkor van egy ilyen instrukció, ilyen oktatás. Lehet az rádiózás, topográfia, lehet, hogy kimenni lőtérre, lőni famasszal, volt 2 lőterünk is ott a közelbe, Calvi mellett egyik. Te mit szerettél legjobban? Hát én a lövészetet szerettem, igen, szerettem lőni, szerettem. Csak nem fiatalként, mert akkor nagyon szigorú volt ez az egész. Szóval nem azt csinálta az ember, amit szeretne. Úgyhogy többnyire ez a lövészet, de mindig volt, hogy gyalog mentünk a lőtérre, 14 km oda, 14 vissza, vagy 10 másik lőtér, 10 vissza. Ha nem mentünk lőni, akkor ez az oktatás bent, egy laktanyai élet, délbe felsorakoznak a közkatonák, plusz tízesek, elmennek énekelve az étkezőbe, ebéd. Mindig énekeltek? Mindig. Rengeteget.
minden csoportos áthelyezésnél, hogyha gyaloglásnál vagy megyünk egyik helyről a másikra, akkor énekelve. Ez kötelezően? Ez kötelezően, így van. Aha. Jó, megebédeltek. Ebéd után kettőig ebéd, vagyis ilyen szabadidő. Igen. Hát persze a fiatal légiósnak akkor ki kell takarítani a szobát, visszaér fél egyre, vagy egy, háromnegyed egyre, akkor megy takarítani vagy a század épületét, minden nap egy másik szakaszból vannak megszabva emberek. Az a szobát ki kell takarítani, akkor ki kell takarítani a folyosót, a WC-t, vagy valamit, szóval megvan adva, négy ember volt mindig beosztva, egyik a folyosót, a másik a mosdót, a harmadik a WC-ket, és az zuhanyzókat csinálja. Szóval 13-45-kor sorakozó az épület körül, megint csíkszedés, minden épület körül csíkeket összeszedni. Hát akkor annyi a dohány, hogy állni csíkeket? Nem, mert ez ilyen rituálé volt. Hogy nincs is csík, de oda kell menni. Így van. Aha. És akkor délután megint valami program. Bármilyen programot kitaláltak az emberek, vagy volt egy akadályfutás, vagy topográfia újra, térképészet, megtanítani a fiatalokat, hogy kell használni egy iránytűt. De mindig ezek a legfiataloknak. Ezek a idősebb katonák, ezek a szobán hevertek és nézték a térképet. Te szereted a tájfutás is, nem? Igen. Mert? Nem tudom, bennem a katonaságnál is csináltam ezt a versenyt, ezt a határőrségi versenyt, ezt a biatlont. Ott is csináltam, bennem maradt. Most már kevésbé futok jól, ja. de azért még futok. Ja. Tehát ott vagyunk, hogy letelik egy hét. Amikor van szabadidő, mit csináltok a szabadidőben? Hát hétvégén szabadidőben, most azt tudni kell, hogy van a Korzika, az egy sziget. Igen. Nincs hova menni. Nyáron van élet Calviba, ki lehet járni, bárok nyitva vannak, lehet biliárdozni, rengeteg a turista. Meg bármi? Bár, éttermek, drága hely, elég snob hely Calvi. Jobban, mint más városok Korzikán. Úgyhogy lehet csajozni. Szeretik a egyenruhás fiúkat, a turista lányok. Úgyhogy így lehet szórakozni. Amúgy meg többnyire mindig sportoltunk. Úgyhogy szombaton volt egy futás, elmentünk akár 22 kilométert futni, vagy elmentünk bicajozni, vasárnap ugyanúgy kimentünk kajakozni a tengerre, vagy elmentünk búvárkodni. Mindig volt valami aktivitás, sportaktivitás. Persze a hétvégén, péntek meg szombaton kijártunk a városba. Tehát akkor jót tettek a skútibi edzései, a galántai box, magadba szívta a sportot. Így van. És abból is táplálkoztál még ott is. Abból is, igen, mert mindig kihasználtam minden lehetőséget a sportolásra. Ja. Utána mi történt, amikor azt mondtam, hogy eltörnyős vagyok, bekerültem abba a csapatba, ahol szerettem volna. Mit éreztél, és hogyan tovább? Hát én büszkének éreztem magam. Büszke voltam arra, hogy eltörnyős légiós vagyok. Akkor már, hát november, akkor már 95 októberére, mert én áprilisba kerültem a 4. századba, 95 április, és ki lett írva nyáron, hogy megyünk Jugoszláviába. Csak gyakorlatok voltak, menetelés a hegyekben, lövészet, fegyver is, mert szóval tökéletesítettük magunkat. És ez a tökéletesítés, ezt tudni kell, hogy ez egész karriere átfolyik egy légiósnak. Egy légiós, aki légiós 20 évig, az 20 évig fogja magát tökéletesíteni. Tehát szóval nem úgy van, hogy megcsináltam egy tanfolyamot, és akkor most már hasateresztek vagy valami. Nem, itt ugyanúgy meg kell csinálni az akadálypályát 45 évesen is, mint egy fiatal légiósnak. A 8 kilométeres futás hátizsákos évente kétszer tesztet, ugyanúgy meg kell csinálni akár 50 évesen is. Ez a futás hátizsákkal milyen nehéz a hátizsák? 11 kilós. És az a 8 kilométer legjobb. 8 kilométer egy óra alatt. És a fegyverszerelés állandóan benne van a pakliba? Nem. Az attól függ, hogyha tanfolyamot csinálunk, például aknavetős tanfolyamot, akkor ott aknavetővel futottak. Aha. Szóval, hogyha mesterlövész tanfolyamot, akkor ott is megcsináltuk a 8 kilométeres futást, én mikor csináltam a sniper tanfolyamot, hát 17 kilós mesterlövész puskával csináltam. Plusz a hátizsák. Mi nehéz? Mi olyan nehéz? Hát az egy 50-es kaliberű PGM Hecat 2, az 12,7 mm-es, ekkora töltények, és 16,9 kg a puska. Arra majd kitérünk, mert azért az érdeklődni fogja a nézőket is, hogy... Sose fogunk beleférni az időbe. Úgy lenne, nem baj, csinálunk egy sorozat ebbe a beszélgetésből, mert még mindig nem jutottunk el oda, mondjuk a Jugoszlávia kiküldetés, az afrikai bevetés, amit nagyon érdekes történet van a könyvben, amire gondolom, hogy fogunk is beszélni, de amikor a repülős tanfolyamnak vége lett.
bekerültetek vissza. A magyarok hogyan tartottak össze? Na, hát a magyarok, volt egy, ezt később tudtam meg, magyar, ja igen, volt ez a Cameron ünnepség. A Cameron, azt majd rátérünk ja. később, Cameron, mert az április 30-án van. A Cameron ünnepségre még a repülős tanfolyam, a jetőernyős tanfolyam előtt oda vittek minket, és be kellett mutatkoznunk, mint fiatal magyaroknak, a legidősebb magyaroknak, tizedeseknek, szakaszvezetőknek. Őrmestereknek akkor még nem, de azon az estén, a Cameron 29-én, április 29-én figyelmeztettek Iván barátom, mert ő két héttel előbb került oda, mint én, hogy el ne felejtsek bemutatkozni a szólítsuk Gyémántnak, Peti volt a neve. Mindig azt mondta Gyémánt, hogy csak a Gyémánt vágja, és ő egy Gyémánt. Szóval képzeljünk el egy majdnem két méteres ember. Egy magyar ember. Egy magyar embert, egy őserő, aki lemegy Spárgába a 100-valahány kilójával, szóval... És föl is áll belőle. Egy komoly ember volt, nagyon nagy respektje volt neki, szóval neki okvetlenül be kellett mutatkoznunk. Bemutatkoztunk a magyar tízereseknek, jelentést adtunk tisztelegve, hogy újonnan megérkeztünk a 4. századba, első szakaszba például, vagy a másik magyar, nem tudom melyik szakaszba. És akkor így ittunk egy sört, ez ilyen ünnepség, ez a Veillée de Cameron, ez a előtte való nap, ilyen grillezés, éneklés, ilyen közös a század, és oda meg vannak hívva a volt parti valójában. Nyugdíjazott idős katonák. És akkor ez ilyen nagy ünnepség, van több kép róla. És akkor bemutatkoztunk a magyaroknak, és ilyen magyarok mindig összetartottak azért így. És a Petire figyelmeztettek, persze Peti az nagyon szigorú volt, Peti szeretett inni, szeretett agresszív is lenni, de olyan jó szívű ember volt. Ja. Utána jött a többi magyar, és így összetartva mindig magyar a magyarra. De viszont tartották a legfiatalabbtól mindig, ezzel én is így voltam később, hogy a legfiatalabbakkal nem állnak szóba az idősebb magyarok. De mert? Csak akkor hajlandóak ilyen kicsit nyitni a fiatal magyarok felé, amikor már valamit letettek az asztalra. Bizonyítottak. Vagy azt hittem, hogy belépőt vinni, nem kellett? Nem, ja, belépőre is visszatérünk, igen, azt el is felejtettem. Ja, és csak akkor nyitnak, mikor már valamit leraktunk az asztalra. Bebizonyítottuk, hogy igen, ott van a helyünk, hogy fizikailag is, szellemileg is, hogy jók vagyunk. Ja, és amikor az ejtőernyőképző után bekerültünk, kihagytuk, igen, a legfontosabbat, bekerültünk, elvittek minket a tanfolyam után a négyes századba. És akkor felsorakoztunk a százados irodája előtt, és akkor egyesével hívtak, ott volt a négy szakaszparancsnok, és egy-egy tizedes várt ott ránk mindegyik szakaszból, a négy szakaszból. És először az egyes, mi mentünk, én mentem, az Attila ment, Dupuy, Manate, négyen mentünk a hétből az egyes szakaszba. A hét gonoszból? A hét gonoszból, négyen az egyes szakaszba, igen. Egy tahiti, egy francia, meg két magyar. Szlovák, magyar és magyar, igen. És akkor bementünk, jelentés, stb. Hogy egyes szakasz, rendben, kimentem, másik is, egyes szakasz, mind a négy, egyes szakasz, mentünk, tízeres kézen fogott minket, átvitt az egyes szakaszba, ami különálló épület volt. És akkor bementünk, de nem mehettünk be a szobába. Mert volt egy rituálé, ez szerintem még mai napig is, remélem is, hogy létezik a légióban. Ez úgy működött, hogy a tízeres megfogott minket, átvitt a szakaszba, leraktuk a táskáinkat a folyosón, ahol volt, nem tudom, hét szoba. Mentünk a folyéba, a kantin, nevezzük folyénak, a kantinba, megvettünk mindenki egy rekes sört, visszamentünk, persze én fájós lábbal, mert aki ilyen volt a bokám. Az ugrástól, a negyedik ugrás, és megmutatta ez a te szobád, elmagyarázta a napos tízeres, hogy ennek így kell történni, bekopogsz. Na, szóval, be akartam menni a szobába, bekopogtam. Engedély a belépésre. Szólt a tízeres belülről a szobaparancsnok, hogy igen, kinyitottam az ajtót, a fájos lábbal berúgtam a rekes sört az ajtón, visszacsuktam. Újra bekopogtam. Engedély a belépésre, igen. Bementem, ugyanúgy, mint az ezeresnél, szemébe nézve becsuktam az ajtót, tisztelegtem a tízeresnek, jelentettem, hogy újonnan áthelyezve, besorolva a 4. század 1. szakaszába parancsára tízeres úr. Erre. Pihenj be,
állított, akkor kinyitottam a rekes sört, felnyitottam egyet, áttattam neki egyet, magamnak kocintottunk, olyankor mindig ráütött a tetejére, akkor elkezdett habozni a sör, gyorsan meg így, gyorsan meg kellett inni. Ha olyan kedve volt, akkor ittunk még egyet, és ezt minden tizedessel el kellett játszani a szakaszba. Mindegyikkel? És volt 12. Szóval 12, és van amelyikkel... Mind az apostolok. Így van, például abban az időben volt 12 tizedes, akkor minden szobában összes tizedessel el kellett játszani. Ugyanezt. Ezt. Na most a rekessőr nem volt elég, mert valahol kettőt kellett inni. Gyorsan visszafutni a folyéba, venni újabb rekessőrt, és akkor estére, mire elhelyezkedhettünk a szobába, már olyan állapotban voltunk, hogy alig bírtam állni. De erre is rá kell edzeni, ezt is meg lehet tanulni, hogy hogy kell ezt az egészet. Ez volt a belépő. Ez volt a belépő, hogy ekkor, be tudjunk lépni a szobába. Ekkor lettél igazán légiós, szerintem. Hát igen, szerintem akkor bekerültem abba a családba, amit nevezhetünk családnak szerintem. A légiós családja. A légiós családba, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt megyünk misszióba, együtt alszunk, együtt ébredünk, együtt, szóval együtt csinálunk mindent. A jót, rosszat együtt visz. A jót, rosszat, mindent együtt fogunk csinálni. Együtt fogunk menni bevetésre, együtt megyünk lőni, együtt fogunk gyalogolni. De mindenkinek meg volt a helye. Legfiatalabb 6 hónapig, 6 hónap után jöttek az újabb fiatalok, akkor lett jobb dolgunk. Akkor már kevesebbet takarítottunk, szóval, és mindig mindent csináltunk. Kedves Lajos, én azt mondom, hogy a másik résznek is a végéhez értünk ezzel, hiszen újabb óra van mögöttünk. Örömmel hallgattam ezt az egészet, és nagyon kíváncsian várom a következő részt, amikor a mesterlövészet kiküldetés Jugoszláviába, Afrikába, hogy mi volt a kettő között a különbség, a gyaloglások, lápos, sáros területeken, amikor kölött menni. És hát persze azt is várom, amikor arról fogsz mesélni, hogy hát, mikor elindultál haza, és ott is lett egy kis pihenő. De erre legközelebb térünk vissza. A nézőknek köszönöm, hogy újra velünk tartottak, és tartsanak legközelebb is velünk, amikor meséljük a harmadik, illetve majd a következő részeket is. Köszönöm addig is, hogy én is velem voltál. A legközelebbi viszontlátás reménye, búcsúzok most tőled. Köszönöm szépen.